A termelők, a kereskedők és a forgalmazók is érzik a korábbi termelői értékesítési szervezeti rendszer hibáit. Erről tárgyaltak Apagyon a kamara képviselőivel. A megyei agrárgazdasági kamara elnöke szerint olyan új alapokra kellene helyezni ezeket a szövetkezéseket, ahol a termelők is jobban érdekeltek lennének és magukénak éreznék az új szervezetet. Az a tapasztalat az elmúlt időszakban, hogy nagy vállalatok, kereskedők, akik ezelőtt is ezzel foglalkoztak, ők alakítottak tészt. A termelők tagként szerepeltek ebbe egy bizonyos összeggel, de ez olyan csekély összeg volt, hogy ők nem váltak tulajdonossá, és ez a visszhangja most ennek a szövetkezésnek, és sajnos ez olyan helyzetbe hozza Magyarországon a termelőket, ezek a szövetkezéseknek a hiánya, hogy mindenki járja maga útját, nincs olyan alap, amit a piacnak fel tudunk kínálni, mert ugye külön-külön mindenki elvész ebbe a áru alap, vagy áru termelésnek az értékesítésében. A kamara elkészített egy tervezetet, amely megfelelően tud reagálni a világban zajló gazdasági átrendeződésekre úgy, hogy egy nagyobb gazdasági struktúrába rendezi a szereplőket. A feldolgozók és a termelők között egy közös kockázatvállalási rendszeren alapuló, legalább 3 éves szerződéses kapcsolati rendszer jönne létre. Ebben az érintett integrátor vállalná a gazdasági, technikai, pénzügyi segítségnyújtást és kockázatot, a termelő pedig abban vállalna felelősséget, hogy az így kialakított szerződéses rendszerben foglaltaknak megfelelően teljesít. Nagyon fontos lenne, hogy ha így kialakult egy hosszú távú szerződéses konstrukció, akkor viszont ehhez megfelelő kedvezmények is járuljanak, és igazából ez a kettő együtt alkotná azt a nagyobb struktúrát, ami végül is elvezetne egészen odáig, hogy Magyarországon az a szétaprózott termelői réteg, amelyik különböző történelmi, gazdasági és egyéb adózási és érdekeltségokok miatt nem tudott együtt működni, rájöjjön arra, hogy neki gazdasági előnyök származnának abból, hogy ténylegesen együttműködnek. Az összejövetelen elhangzott, az elmúlt 3 év orosz és ukrán mezőgazdasági fejlesztései miatt az összefogás nélkül hazánk nem tud versenyképes lenni a piacon. Az agrárszakemberek szerint az idei évben már megfogalmazódhat, hogy ki mit vár ettől az új szervezettől.